Időről időre újabb szakmai fórumokra hívja tagjait a nyársapáti gazdakör. Ez pedig már több évtizede teszik. 90-ben alakult itt a gazdakör nyársapáton, és azóta vagyunk itt a nyársapáti gazdák, úgy mondjam, együtt. Régi kertbarátkörből alakultunk, és hát bizony egy jó pár év eltelt azóta. De azóta is fontos maradt, hogy a munka mellett időnként terített asztal mellett találkozzanak, és megosszák egymással gondjaikat, kérdéseiket, és persze beszéljenek a tervekről is. Én azt hiszem, hogy mindig a jóra és a szépre próbáltunk itt a faluba törekedni, és én több-kevesebb sikerrel, de azt hiszem, hogy elmondhatjuk azt, hogy Nyárcsapát, most mondhatom a gyümölcs kultúrájáról, és most hallottam legutóbb tavaly, hogy Nyársapátonban az országban a Lajos Mizse után második helyen állunk a szamóca termesztésben. Én azt hiszem, hogy ez magáért beszél, és ezért ez azt hiszem, hogy a nyárcsapáti gazdáknak nagy köszönet és elismerés. A fórumokra minden alkalommal vendégeket hívnak, olyan szakembereket, akik az agrárium aktuális kérdéseiről szolgálnak hasznos információkkal. A mostani fórum egyik vendége az agrár és vidékfejlesztésért felelős államtitkár helyettese volt. Dr. Mezei Dávid Csaba egy újabb lehetőségről számolhatott be. A elmúlt két évben a legfontosabb eredmény talán az, hogy hamarosan megnyílik a teljes keret a vidékfejlesztési programnak. Tehát 1350 milliárd forintos keretről van szó. Ezt még 2015. augusztusában fogadtattuk el a bizottságban, egy hosszú tárgyalás, komoly egyezkedés és alkudozás eredményeképpen. Sok vitás pont volt, az egyik legvitatottabb pont egyébként az öntözési pályázatnak a feltételei voltak, ahol elég komoly kompromisszumokat is kellett kötnünk. Már 2015 őszén megjelentek az első pályázatok, most március 31-ig pedig az összes pályázat megjelenik, hangsúlyozta az államtitkár helyettes.